Nem szokványos eddig az augusztus az időjárás tekintve. A napi középhőmérsékletek ugyanis elmaradnak a korábbi esztendőkben tapasztaltól. Az elmúlt évtizedek tekintetében viszont egyáltalán nem példanélküli 2023. 8. hónapja. Ezt mondja a Szekszárdi Kővári László, aki több mint 30 éve foglalkozik agrármeteorológiával. A szakértő szerint a szokásosnál valamivel hűvösebb augusztus viszont nincs komoly hatással a mezőgazdaságra, sőt a mostani klíma kifejezetten jót tett eddig a földeknek. Itt Tolna megyében én azt mondom és úgy látom, hogy nagyon szép a határ, megfelelő csapadékok voltak, villámárvíz nem volt, a megye területén volt, mert ugye Novóvár vagy Kécs körzetében is voltak ilyen felhőszakadásszerű, de Szekszárd környékén nem volt. Nagyon ideális és szép is a határ. Hiába lett elfogadható a betakarított gabona mennyisége, a gazdák mégis félnek, hogy csak nyomott áron tudják a terményt értékesíteni. Sokan úgy számoltak, hogy a búzának tonnájáért valamivel több mint 100 000 forintot kapnak majd, addig a mostani árak 70 000 forint körül vannak. Hát bízzunk abba, hogy majd alakul. Ugye, hogyha nem jött volna ez az ukrán háború, és az a mennyiségű ukrán gabona elment volna Afrikába, és nem itt landol, és hát ez a kereskedelemnek is azért a bűne, hogy azt mondjam. Én megmondom őszinte, akkor, amikor az agrárkamara átalakult, és a kereskedő felvásárló cégek is agrárkamarai tagokká váltak, akkor azt gondoltam, hogy nagyobb konszenzus lesz a termelők és a felvásárlók feldolgozók között, mert egymásból élnek. A mezőgazdasági termelők most abban bíznak, hogy uniós szinten sikerül olyan megállapodást kiharcolni, amely előnyhöz juttatja a belső piacokon megtermelt élelmiszeripari alapanyagokat.